Én onnan indulnék ki, hogy ezek az egyéni dolgok persze kellenek, tehát nyilván senkit nem fogok arról győzködni egy zöld táborba, hogy ne szelektíven gyűjtse a hulladékot, meg ne biciklizzen, meg stb. Tehát nyilván ezek kellenek. Egyébként úgy emlékszem, hogy ez a szívószálas dolog, ez annyira rosszul sült el, hogy a hónap végére kiderült, hogy több műanyagot fogyott, mint korábban. De hogy szerintem látni kell, hogy ez nem elég. Tehát ezek az egyéni szintű megoldások egyszerűen nem lesznek elégségesek. Hogy ezt illusztráljam, ugye abba gondoljunk bele, hogy a jelenlegi állás szerint mondjuk az 1%-nyi GDP emelkedés, az körülbelül lehet a legoptimistább esetben is ilyen 0,7-0,8-al emeli a CO2 kibocsátást. Tehát nem egy az egyben megfelelés, és ezt lehet nyilván csökkenteni, tehát jobb és jobb technológiákkal vissza lehet szorítani például a CO2 kibocsátást, hogyha nő a gazdaság, de hát soha nem lesz nulla. Tehát nyilván egyre, ha ügyesek vagyunk, leszorítjuk, de ha nő a gazdaság, akkor annak van kibocsátás hatása, káros kibocsátás egy csomó szempontból, és nem csak CO2. Magyarul én azt gondolom, hogy ebből nagyjából világosan következik, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy nem növekedésre kell átállnunk. Tehát ez valami iszonyatosan meredeken hangzik a mai világban, ahol ugye mindenki azon versenk, hogy hány százalékkal nő a GDP-je, miközben már rég azon kellene gondolkodnunk, hogy nem szabadna nőnie a GDP-nek. Ez az első. És persze az, hogy nem szabadna nőni a GDP-nek, hogyha ezt mondom egy szegény embernek, akár egy magyarországi szegénynek, akár a világ szegényeinek, akkor persze ez felháborító, mert vannak, akik iszonyatosan magas szinten élnek, sokkal magasabb szinten, mint ahogy kellene nekik, mások pedig még nem élték el az alapvető szükségletek kielégítésének a szintjét sem. Ebből pedig a következő következik, az pedig az, hogy ez egy masszívan újraelosztási kérdés. Tehát amikor azt mondom, hogy a gazdaság nem nőhet, az úgy nem nőhet, hogy a szegényeknek nagyon-nagyon sok növekedni valójuk van még. Tehát a szegények fogyasztását növelni kell. Ha ez matematikailag ugye kihozza, hogy ha az egész gazdaság nem nőhet, a szegények fogyasztásának nőnie kell, akkor ez azt is jelenti, hogy a gazdagokénak viszont csökkennie kell. Na most erre persze vannak ilyen nagyon jó mérések, ezek az Oxfam-nek van ez a pezsgős pohár ábrája, ami azt mutatja, hogy akár globálisan, akár nemzeten belül nézitek, mondjuk a CO2 kibocsátás egy jó példa, a felső 10% fogyasztása az a CO2 kibocsátás 50%-áért felelős, a felső 10%. Tehát a jövedelmi vagy vagyoni felső 10% adja a CO2 kibocsátás felét. A felső 20% adja a CO2 kibocsátás 2/3-át. Tehát a leggazdagabb 20%-nál már a kibocsátás 2/3-át megvalósítottuk. Az alsó 50%, tehát a legszegényebbek, felelősek a CO2 kibocsátás 10%-áért mindösszesen. Magyarul egy ilyen pezsgős pohárszerűen oszlik el a környezeti terhelés a legtöbb esetben. Azaz, hogy ha nem növekedésben vagy, és a szegényeket emelni akarod, akkor a pezsgős pohár tetejéből kell elvegyél. Magyarul nekik biztos, hogy csökkennie kell a GDP-ben mért fogyasztásuknak például. Azaz, ha nem növekedés, a fenntarthatóság, az egy masszívan elosztási, újraelosztási kérdés. Tehát nem tudod megkerülni, hogy ez egy újraelosztási kérdés. Az újraelosztás az hagyományosan a nyugati világban több száz éve a baloldallal szinonim. Tehát a baloldaliság az azt jelenti, hogy újraelosztás. Magyarul egy jó zöld stratégia az csak baloldali lehet. Na most én pontosan tisztában vagyok vele, hogy Magyarországon, ha azt mondom, hogy baloldal, akkor két dolog jut eszébe az embereknek. Az egyik a kommunizmus, tehát az a szovjet típusú borzalom, ami megölt rengeteg embert. A másik meg az elmúlt 30 évnek, a 2015-i 30 évnek a neoliberális borzalmas politikája. Tehát a létező baloldal, ami Magyarországon volt, az természetesen borzalmas volt. De erre nem az a válasz, hogy
kidobjuk a baloldaliságot, ami az újraelosztással, az igazságossággal szinonim, hanem azt, hogy jó baloldal csinálunk. Én nem ragaszkodom a baloldal szóhoz, tehát tőlem hívhatjuk Kukutyinnak is, de valamilyen fogalmat kell használnunk arra, hogy igazságos, újraelosztó, és szerintem csak ilyen lehet abból, amit eddig elmondtam, nekem az következik, hogy csak ilyen lehet egy jó zöld stratégia. Én nagyon hasznosnak találom ezt a kétosztatú, kéttengelyes modellt, talán találkoztatok vele. Ugye az egyik tengelyen az van, hogy gazdaságilag, inkább legyen ez inkább a vízszintes tengely, a vízszintes tengelyen az van, hogy újraelosztó vagy piacpárti. Tehát inkább abba hisz, hogy a piacot kell, az állam legyen minél kisebb, az adóztatás minél kisebb, a piac majd mindent megold, vagy abban gondolkodik, hogy adók, magas adókból újraelosztással, oktatásba, egészségügybe kell fektetni. Ez az egyik skála, tengely. A másik tengely, az pedig a szabadságrend tengely, ahol mondjuk abban hiszi inkább, hogy minél több szabadság kell, minél inkább a különböző ségeket engedni kell, az állam ne akarjon beleszólni az emberek magánéletébe, stb. Vagy a másik oldalon egy autoriterebb, rendpártibb dologban hisze. És akkor ezen a két tengelyen elhelyezheti magát valaki. Nekem a baloldal az a szabadság szerető, de újraelosztó. Tehát aki baloldali, a szabadságot szeret, de újraeloszt. A piacpárti szabadság szerető az a liberális. A rendpárti piacpárti az a jobboldali. És a rendpárti újraelosztó az a kommunista. Nekem nagyjából ez van a fejemben. Ez alapján, a definíció alapján én azt gondolom, hogy ha valaki még nem jutott el oda, hogy fenntarthatóságot akar, akkor szerintem egyszerűen még nem gondolta át a dolgokat. Tehát, hogyha azt gondolja, hogy szükség van a dolgok fenntarthatóságára, és ebből a szempontból nekem teljesen mindegy, hogy antropocentrikus vagy bioszféracentrikus, ez a kettő az én fejemben egy. Kettő nem tud egymás nélkül meglenni, de ha elkezd az ember fenntarthatóságban gondolkodni, akkor óhatatlanul el kell jutni abba a sarokba, ami a szabadság és az újraelosztás sarka, az csak ott tud megvalósulni. Tehát aki nem ott van, az még nem gondolta át rendesen a dolgokat, ebből adódóan nekem az következik, hogy a többi sarokban nem lehet valódi fenntarthatóságot csinálni. Mondok egy példát, piacpárti, szabadságpárti, mondjuk liberális alapon nem lehet fenntarthatóságot csinálni. Egész egyszerűen nagyon sokszor bebizonyította már a gazdaság, hogyha nincs állam és nincs újraelosztás, akkor a nagyvállalati szektor megeszi az államot. Tehát a liberális gazdaságpolitikából az esetek túlnyomó többségében az jön ki, hogy a nagyvállalati szektor megeszi. Ugye a konzervatívok azok ugyanolyan, a jobboldaliak azok ugyanolyan, piacpártiak, ebből ugyanez jön ki, és én azt gondolom, hogy kommunista alapon sem lehet egyébként fenntarthatóságot csinálni. Egész egyszerűen azért nem, mert az emberek közreműködése és megértése kell hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy akkor tud ez működni, hogyha az emberek meggyőződésből vesznek részt ebben, és nekem ez a autoriter baloldal, ez azt bizonyította be a 20. században, hogy az emberek pont az ellentétét akarják csinálni, amit egy autoriter baloldal akar. Tehát a szovjet rendszernek az a tapasztalata, hogy az ilyen rendszerek iszonyatosan jobboldalivá teszik a társadalmakat. Tehát ha elmentek Latin-Amerikába, ahol a libertariánus USA volt a fő befolyásoló nagyhatalom, ott mindenki baloldali lett. Itt Kelet-Európában, meg 50 év kommunizmus után mindenki jobboldali lett. Ebből adódóan én nem gondolom, hogy autoriter baloldali módon lehetne fenntarthatóságot csinálni. Nekem egy dolog maradt, szabadságpárti újraelosztó. Csak ezen az alapon tudom elképzelni a működőképes fenntarthatóságot. Ha fordulatot akarunk, akkor minél több embert meg kell győzni, ez pedig szerintem egy optimista hozzáállás kell, hogy legyen, hogy hinnünk kell abban, hogy az emberek meggyőzhetők, hogy belső
motiváció alapján akarják ezt, hiszen mi is belső motiváció alapján akarjuk ezt. Magyarul meg kell nekik mutatni, hogy ha ez megtörténne, akkor nem rosszabb lenne a sorsuk, hanem jobb. Ha nem történik meg, akkor rosszabb lesz a sorsuk. Ennek a szabad bemutatása szerintem a zöld, jó zöld stratégia. Én nem tudom elképzelni az alternatíváját. Tehát semmifajta erőszakos, diktatórikus zöld dolgot nem is tartanék helyesnek, szerintem kontraproduktív lenne, de ráadásul megvalósíthatatlannak is tartom. Nem elég azt mondani, hogy betiltom a szemétégetést, hanem emellé mellé kell rakni azt is, hát nem feltétlenül a fát, hanem mondjuk, mit tudom én, egy feltétel nélküli alapjövedelmet, vagy mondjuk olyan minimálbért, amiből ezek a szerencsétlen emberek meg tudják maguknak venni az alternatív tüzelőt. Vagy mondjuk a nyugdíjasoknak a nyugdíját mondjuk hozzákötni a létminimumhoz. Tehát sokfajta megoldás létezik, de ezek mind újraelosztó megoldások. Tehát a szabályozás mellé oda kell ragd. Én egyetértek azzal, hogy szabályozni kell, de önmagában a szabályozás nem fogja megoldani a helyzetet, mert ezeknek az embereknek nincs eszköze mással fűteni, csak a szeméttel. Arra lesz jó, hogy egy újabb konfrontációt csinálja a társadalomban. Kimegy a rendőr, balhé lesz belőle, szomszédok között balhé, tehát újabb konfliktus szűz. Ha nem tudod mellé azt odarakni, hogy embereknek valamilyen szint alatt ne legyen az élete Magyarországon, és ez megint újraelosztási kérdés, és ez történik folyton. Tehát minden ilyen problémánál visszaérkezel oda, hogy ez is újraelosztási kérdés, ez is újraelosztási kérdés, ez is újraelosztási kérdés. És ebben az értelemben mondom azt, hogy ezen a szabadság reguláció, vagy milyen tengelyen, ezen lehet, hogy mindig azt gondoljuk, hogy majd szabályozással meg tudjuk oldani ezeket a dolgokat, de ha végig gondoljuk, mindig el fogunk oda jutni, hogy sokkal jobban járunk, hogyha nem a szabályozással, vagy az erőszakkal, vagy a kényszerrel próbálkozunk, hanem a lehetőséggel, hogy lehetőséget adunk embereknek, és nem pedig ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne legyen szabályozás, tehát nyilván iszonyatos anarchia lenne, szükség van szabályozásra, csak azt mondom, hogy önmagában jobb stratégia embereknek alternatív lehetőséget adni. Ha van metró, meg tömegközlekedés, akkor az emberek nem akarnak kocsival bemenni a városba. Ez jobb stratégia, mint nem tudom, egyszerűen csak betiltani, hogyha nem tudnak bejutni. Én nem fogok tudni mondani olyan országot, ahol szerintem ez megoldott lenne. Tehát mivel nagyon-nagyon kevés időnk van a klímakatasztrófa, tehát gyakorlatilag benne vagyunk a klímakatasztrófában, én már nem jövő időben beszélnék erről, hanem egy csomó minden, ami történik, az már most van. Ebből a szempontból én nem gondolom azt, hogy bármelyik ország is meglépte volna azt a szintet, amit itt kellett volna. De azért rengeteg példát tudunk mondani arra, hogy országok nagyon jó dolgokat csináltak. Tehát ha rendszer szintű kérdésről beszélünk, akkor mondjuk, mit tudom én, Dánia és Svédország kizöldítette az adórendszerét. Tehát mondjuk a Green Budget az egy ilyen, ahol olyan adókat csinálsz, ahol amelyik terelgeti valamelyik irányba a gazdaságot. Én azt gondolom, hogy az elsődleges oka, hogy ezt rendszer szinten nem lehetett megcsinálni, az bizony a nagyvállalati szektor. Tehát én a piaci szereplőket nem homogenizálnám, mert nekem semmi bajom nincsen a kis vállalkozásokkal, a lángos árussal, meg a nem tudom kivel. Ők nem fogják ugyanis lenyelni a politikát. Tehát a foglyulejtett állam az nem a lángos sütő. A foglyulejtett állam az Exxon, meg a MOL, meg ezek. Tehát én a nagyvállalati szektorban látom az elsődleges okát annak, hogy ezek nem mentek át. A nagyvállalati szektor érdekérvényesítése a foglyulejtett állam. Ami persze, hogy mondjam, abban az értelemben mégsem a nagyvállalati szektort okolom, hiszen nekik ez a működésük. Tehát én egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy a cégeknek moralizálnia kéne. Tehát én nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ilyen corporate social responsibility-t csinálnak, meg fenntarthatósági tervet, meg nem tudom mi. Nem csak azért, mert hogy ez ilyen greenwashing, vagy zöld mosdatás, hanem mert nem ez a feladata. Tehát egy cég ne moralizáljon. A cégnek az a feladata, hogy profitot csináljon. Mindenki, van egy baromi jó izraeli tanulmány, ami kimutatta, hogy azok a cégek, amelyek adakoznak, azok sokkal kevesebb adót fizetnek. Tehát adnak a polgármesternek pénzt egy játszótérre, a polgármester átvágja,
tévében benne van, és sokkal kevesebb pénzt fizet az a nagyvállalat a helyi önkormányzatnak. Ezt nagy makroszinten nézték meg Izraelben. Nem ez a feladata. Az a feladata, hogy profitot csináljon, és fizesse be az adóját. És majd a közösség eldönti, hogy a befizetett adóból hány játszóteret építünk, vagy játszóteret kell-e egyáltalán építeni. De ne a polgármester és a vállalat közötti dealben dőljön el, hogy mit finanszíroz meg a vállalat. Nem ez a feladata. Ne csináljon corporate social responsibility-t, és ne moralizáljon a cég. Moralizálni a közösség moralizáljon, döntse el demokratikus választásokon, hogy milyen, mit finanszíroz a költségvetéséből, mit szabályoz, stb. A cégek fizessék be az adójukat. És ebben az értelemben bizony a nagyvállalati szektor mit csinál? Követi a saját érdekeit. Tehát ő csökkenteni akarja az általa befizetett adóterheket, csökkenteni akarja a szabályozást, és ezért megveszi a politikust. Hogyan lehet ezzel szembe menni? Ez megint egy újraelosztási kérdés. Olyan közösségkel, olyan választói közösségkel, aki ezt érti. Tehát nagyon sok jól képzett középosztálybeli emberre van szükség, akik értik ezt a problémát. Ilyen középosztálybelieket viszont nem tud más létrehozni, mint az állami újraelosztás. Tehát mivel jelenleg nagyon sok szegény és nagyon tudatlan ember van, Magyarországon szerintem a választók 80-90%-a túl szegény és túl tudatlan ahhoz, hogy részt vehessen egy demokráciában. Ezen csak úgy tudsz változtatni, hogyha állami újraelosztásból megfinanszírozó jó iskolákat, magas minimálbért, anyagi függetlenséget, ami által nem kényszerülsz bele politikai klientúra hálózatokba. Ha ez meg lenne, akkor lehetne érdemi demokráciát csinálni, és ez az érdemi demokrácia meg tudná állítani a nagyvállalatoknak a térnyerését. Amíg ez nincs, addig a jelenlegi rendszerünkben a nagyvállalati érdekek fölülírják a közösségi érdeket, és ebből a szempontból fölülírják a fenntarthatóság érdekeit is. Lehet az IKEA jó fej, moralizálhat ő magában, örülök, ha úgy dönt, hogy nem írtja ki a fél Kárpátokat Erdélyben ahhoz, hogy mondjuk bútorok legyenek, de ezt nem fogom az IKEA-ra bízni, meg nem fogom a Kikára bízni, meg a nem tudom, mert mindig lesz egy olyan piaci szereplő, aki azt fogja mondani, hogy én azért fogok előnyhöz jutni, mert ha-ha-ha, hülye IKEA az, már nem csinál tarvágást, én meg majd csinálok, és olcsóban adom. Nem tudom rábízni a piaci szereplőre, azért van a demokratikus közélet, azért van a parlamentarizmus, hogy ezeket, és azért van az Európai Unió is, hogy ezeket a szabályokat meghozzuk. Tehát, hogyha mondjuk megtiltjuk azt, hogy mit tudom én, Olaszországban a bútorgyárak kivágjanak erdőket, ami konkrétan meg van tiltva, akkor ne legyen már az, hogy akkor Romániából hozom be a fél Kárpátokat, és abból csinálok bútorokat. Ezt nem lehet csinálni. Tehát nem lehet a piaci szereplőre bízni. Neki az a feladata, hogy profitot csináljon. És azok között, a keretek között, amit a közösség megszab neki. Mi, mint tágabb közösség fogjuk megszabni, hogy milyen keretek között csinálhat profitot. Tehát azt gondolom, hogy ezt a kettőt egyszerre kell megcsinálni, a szabadságot és az igazságosságot. Erre létező példát egyet tudok mondani, ez Skandinávia volt, ahol egy magas újraelosztással, egy magas újra befektetéssel abba, hogy oktatás legyen, egészségügy legyen, lakhatás legyen, egy középosztály legyen. Csináltak egy olyan közeget, ami szolidáris és ért nagyon sok mindent abból, hogy milyen világban él. Tehát nekem az, ami létező társadalom, nem egy utópia, amit majd egyszer valaki megcsinál. Ez a másik bajom egyébként a nagyon radikális baloldaliakkal, hogy persze lehet arról beszélni, hogy majd egyszer lesz valami álomtársadalom, de én olyasmit mondok, ami már van és létezik. És ez Skandinávia. Van egy ilyen, én úgy nevezném, hogy a liberális álláspont, ami ugye azt mondja, hogy majd a piac mindent megold, hogyha mindent jól csinálsz, mit tudom én, alacsony korrupció lesz, meg nem tudom, tehát ilyen piaci alapon, akkor majd így fölzárkózol, és csak rajtad múlik, és nincsen a világgazdaságban kényszer, csak rajtad múlik. Ez az egyik szélsőséges álláspont. A másik szélsőséges álláspont, ez a világrendszer elmélet túldetermináltsága, ami ilyen társadalomelméleti kollégium, helyzetműhely, ezek ebbe a világba, ahol meg ugye azt gondolják, hogy
van egy ilyen súlyos túldetermináltság a világban, és semminek semmi esélye nincsen. És én azt gondolom, hogy a kettő között van a valóság, Peter Evans és a függő fejlődés elmélete, ami azt mondja, hogy hát persze, a nagy szabály az az, hogy nem tudsz csinálni dolgokat, hiszen van 220 ország a világban, ebből nagyjából aki valaha a centrumba bekerült, az ott is maradt. Tehát nem nagyon tudsz példát mondani, hogy valaki kiesett volna a centrumba, és hát a túlnyomó többsége az országoknak, az pedig szegény maradt. Magyarul a főszabály az, hogy a függőségek ott vannak. Hiába nincs már gyarmatosítás, a gazdag országok függőségben tartják. De, mondja Peter Evans, mégis tudsz mondani körülbelül 15 országot, aki viszont megcsinálta a szerencsét. Skandináv országok, Németország a 19. században, a 20. században az ázsiai kistigrisek, Írország, Izrael, és az utóbbi időben Kína. Tehát ez körülbelül 20 ország, aki, és a Kína azért elég nagy ország. Tehát, hogy az már egy jelen. Többi az nagyjából kicsi. Bár Korea, meg Japán nem, de meg Németország sem. De Kína az már egy nagy ország. Magyarul mégis meg lehet csinálni. És nekem valamit az Orbán Viktor 10 éve bemutatott, az pont az, hogy szinte bármit megcsinálhatsz. Tehát ha jobb oldal gyakorlatilag bármit megcsinál, és átmegy, egy kicsit majd az Európai Bizottság pampog, de nincs kompetenciája. Angela Merkel eljön és csinál egy enyhe-enyhe-enyhe-enyhét, de egyébként bármit meg lehet csinálni, akkor a baloldal is bármit meg tud csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kötöttségek, amelyeket a baloldal feltételezett, ezek fikciók. Szinte gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni, ha elkötelezett vagy rá. És jó politikával nagyon nehéz, tehát hogy mondjam, egyenlőtlen pályán felfelé mész, tehát az nem kérdés, hogy az elmaradottabb országoknak nehezebb, mint a gazdagoknak, de az nem igaz az a túldetermináltság, amit mondjuk a világrendszer elmélet hívők hisznek, hogy semmi esélyünk nincsen, el se kezdjük, mert itt a periférián nem lehet. Ez egyszerűen nem igaz.